Már is egy jó hírrel folytatjuk. Holnap, azaz szombaton egy hatalmas, nagyszabású rendezvényre várnak minden családost ide Nyíregyházára, a Sóstói Múzeumfaluba. Vendégünk Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke. Jó estét kívánok! Gyakorlatilag azt gondolom, hogy azt, hogy a 2018-as esztendő a családok éve, talán nem kell már a nézőknek bemutatni, hiszen több rendezvényen, helyszínen biztos látták már ennek az évnek a logóját, ugye gyakorlatilag egy picit befelé, a családok felé kellene összpontosítanunk és megtalálni azokat az értékeket, amelyek nélkül ugye az ember nem tud a társadalomnak valóban értékes tagjává válni. Nos, hát itt Nyíregyházán azt gondolom, hogy nagyon szép és nagyon sok család lesz majd együtt a Sóstói Múzeumfaluba, de ha jól tudom, ez gyakorlatilag nem az első állomása. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy roadshow-nak. Hát tulajdonképpen igen. A Családok éve 2018 programsorozata a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége részéről azt a lehetőséget hozta, hogy a határon túli tagszervezeteink, illetve határon túli régióink bemutatkozzanak egy-egy magyarországi helyszínen. Ennek az a szerepe, vagy az a lényege, hogy ugye a határok által elszakított magyar honfitársaink meg tudják mutatni az ő saját értékeiket, meg tudják mutatni azt, hogy ők hogyan őrzik magyarságukat, és én biztos vagyok abban, hogy itt Magyarországon nagyon sokan meg fognak lepődni azon, hogy mennyire magyarok azok is, akik a határon túl vannak. Igen, ezt azért sokan tapasztalják, akár Erdélybe utaznak, akár a Kárpátaljára, hogy milyen örömmel, milyen szeretettel beszélnek az anyaországról, és milyen kulturális tudásuk van. Ugye, hát gyakorlatilag az identitás megőrzésének az egyik legfontosabb pillére például a kultúrának az ápolása. Úgyhogy azt hiszem, hogy sok és nagyon különleges együttes mutatkozik majd be holnap a Múzeumfaluban. Az első rendezvényük az viszont inkább a vajdaság területére koncentrálódott. Igen, tehát akkor még visszatérve oda. Az első rendezvényünk az Csongrádon valósult meg, ahol a vajdaság mutatkozott be. Hát ugye igyekeztünk úgy megválasztani a helyszínt, hogy az adott helyszínen legyen tagszervezetünk, ugye Csongrádon a Bölcsőnagycsaládos Egyesület, itt Nyíregyházán a Családi Kör Egyesület, a Noe Családi Kör Egyesület, a házigazdája lényegében ennek a rendezvénynek, és ha már itt tartunk, akkor el kell mondjam, hogy két hét múlva Debrecenben Erdély fog bemutatkozni, és ott a Debreceni Mosolyvirágnagycsaládos Egyesület lesz a házigazda, és lesz még egy rendezvényünk, az majd szeptember elején, ahol a Felvidék fog bemutatkozni, és ők Moson-Magyaróváron. Moson-Magyaróváron a Moson-Magyaróvári nagycsaládosok lesznek a házigazdái ennek a rendezvénynek, és tulajdonképpen tehát úgy tudtuk összehozni, hogy mindenhol legyen egy saját tagszervezetünk, aki ezt fel tudja vállalni, ennek a rendezését be tud benne segíteni, és ugye minél közelebb az adott régióhoz, hogy minél kevesebb logisztikája legyen ennek, illetve azért is logikus így megszervezni ezt, hogy ha határon átnyúló kapcsolatok alakulnak ki, tehát itt találkozik egy család egy határon túli családdal, akkor ez a kapcsolat ez élő is tud maradni, mert ugye innen is könnyű kimenni Kárpátaljáról, és én azt hiszem, hogy sokan járnak át ide Magyarországra, tehát élő kapcsolatokat lehet kialakítani majd. Ez nagyon érdekes, mert most, hogy így erről beszélt, én gyakorlatilag akkor elmondok egy ilyen családi dolgot. Az én édesanyám szerintem 50 évvel ezelőtt valamilyen levelező partnerre akadt, az én keresztanyám személyében, aki Kárpátalján élt, és akkor még
nehezebb volt ugye az átjárás, de mégiscsak összejött a kapcsolat, és aztán gyakorlatilag azóta a rokonság teljesen, tehát mintha vérrokonok lennénk, pedig ugye egy levelezésből indult, tehát több mint 50 éve sok-sok ide-oda keresztszülő, keresztgyerek, és ma már tényleg egy nagy család lettünk, annak ellenére, hogy az ő családjuk nagy része még mindig a Kárpátalján él. Hát talán a holnapi nap erre is lehetőséget ad, hogyha egy nyíregyházi család oda látogat, akkor megismerkedjen mondjuk a múzeumfaluban egy kárpátaljai családdal. Összesen hány embert várnak? Hát a előzetes jelzések szerint egy 300 család fog érkezni Kárpátaljáról, és innen Magyarországról is. Nem csak a nyíregyházi tagszervezetünk vesz ebben részt, hanem Csongrádról is, és én úgy tudom, hogy még Mosonmagyaróvár is fognak ide érkezni családok, tehát úgy van megszervezve, hogy magyarországi tagszervezeteinktől biztosan, hogy jönnek, és mindenkit szeretettel várunk, tehát ez nem egy zárt körű rendezvény, ez teljesen nyitott. Aki a múzeumfaluba gyerekkel érkezik, az ingyen tud belépni a múzeumfaluba. Ez már önmagában egy felhívás, ajándék. Tulajdonképpen egy ajándék, és azon kívül nagyon színes programok lesznek, tehát ahogy én láttam a programjainkat, versekkel kezdenek, aztán énekek lesznek, aztán lesz azért magyarországi bemutató, és Miló Viki is be fogja mutatni a harcművészetet. Tehát, hogy ne csak határon túli fellépők legyenek. Aztán 14 óra körültől a tánc veszi át a szerepet, különféle tánccsoportok fognak bemutatkozni, és hát Kárpát-medence több tájegységének táncait is láthatjuk majd, tehát nem csak kárpátaljaiakat, hanem azért lesz más tájegységnek a tánca is. Aztán pedig 16 óra körül lesz egy színházi előadás, a Rahói színháznak a előadása, amire én is kíváncsi vagyok, mert a címe nagyon ígéretes, Hucul magyar legenda. Tehát, hát én azt javaslom, hogy ne is mondjuk el, már sajnos az időnk az lejár, de az biztos, hogy délelőtt 11 órától este 9 óráig, tehát tényleg sötétedésig a Sóstói Múzeumfalu számtalan színes programmal, tényleg, ahogy itt említette, mindenféle kulturális területről, tánc, zene, ének, és egy nagy zenekarral, a 3+1 zenekarnak a koncertjével végződik majd ez a rendezvény, úgyhogy reméljük, hogy nagyon sokan jönnek majd, akár a tévén nézők is most a mi felhívásunkra. Igen, én bízok benne, hogy sok érdeklődő lesz, és én azt hiszem, hogy nagy szükség van arra, hogy kicsit más szemmel is tudjunk nézni a határon túli honfitársainkra. Köszönjük szépen, elnök úr! Köszönöm szépen!